Itthon véget ért a robotépítők és robotprogramozók világversenye Győrben. Több mint 70 országból jöttek fiatal tervezők, a világ legjobbjai között két magyar csapat is az ötödik helyet ért el. A robotolimpiát most először tartották Magyarországon és egyáltalán Európában. Szombaton a csoportmérkőzéseket rendezték meg a robotlabdarúgó versenyen. Vasárnap egyenesági kieséses rendszerben játszottak a válogatottak. A robotépítés és programozási világverseny döntőjében 73 ország vett részt. A feladatokban a tudás mellett a probléma megoldás és az együttműködés segített. A világ legjobbjai között két magyar csapat is az ötödik helyet érte el. A Bithunters mellett a fazekas robotin második emelet formációja is hatalmas tapsot kapott a díjkioszton. A csapat még az utolsó pillanatokban is tökéletesítette a programot. Amikor bekérték tőlünk a dokumentációt, akkor arra gondoltuk, hogy az első 8-ban benne leszünk, mert úgy döntik el. Szóval az ötödik hely, amúgy így a 33-ból az nekünk egy teljesen jó eredmény. Tehát jobbra nem számítottunk. Magyarország az első európai országként nyerte el a robotolimpia világdöntőjének rendezési jogát. Az itt jelenlévőek ebből a 3000 emberből nem is jártak még soha Európában, és Magyarország volt az az első hely, ahova beérkeztek. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, illetve ugye célunk az, hogy Magyarország egy ilyen digitális központtá is váljon itt Európa szívében. A World Robot Olympiad egy nemzetközi oktatási program. A cél, hogy jobban megszeressék a fiatalok a természettudományos tárgyakat, és motiválják őket a mérnöki vagy informatikai szakma választására.